Vince napjának hagyományát Tokajban a helyi TDM szervezet, az Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa Tokaji régiója, valamint a Kulturális és Konferencia Központ a helyi borászokkal összefogva hívta életre. A szokásokhoz híven idén is a szerelmi pincesorról indultak el a borlovagok, a történelmi egyházak képviselői, a borászok, a szőlészek és a vendégek Tokaj hétszőlő birtokára, hogy Szent Vince neve napján megszenteljék és megáldják a szőlőveszőket, illetve az új bort. Azok a borbarátok, akik eljöttek az ünnepségre, visszatérő vendégek, hiszen ez a 6. ilyen típusú rendezvény, és 15 évvel ezelőtt ezt a borvidéket és az itteni borkultúrát az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Ezt a címet büszkén viseli a város és a borlovagok, akiket ez kötelez nagyon sok hagyomány ápolására is. Más európai borvidékeken, elsősorban Dél-Németországban vagy Ausztriában nagyon erős vallási tartalmat kap. Magyarországon és Tokajhegyalján a vincenap idő meghatározó jelleggel bír. Ilyenkor ugye a szőlős gazdák az új bort, amikor kiforrott, átmennek egymás pincéjébe, megízlelik egyiknek, másiknak, harmadiknak a borát. Most például itt 7 pincébe mehetünk majd be, és kóstolhatunk ugye borokat. Hát itt a tokai bor jellegéből fakadóan ugye nem csak új borokat, hanem nyilván régebbieket is, és ugye ez a hagyomány él tovább. Ilyenkor szőlőveszőt vágnak, a szőlészek, borászok, vincellérek, azt vízbe teszik, és próbálnak következtetni arra, hogy milyen lesz az idei időjárás. Még hozzátartozik, hogy nagyon sok népi legenda van. Ha megcsordul Vince, ugye most süt a nap, reméljük, hogy azért egy kicsit fog olvadni, akkor tele lesz a pince. A másik ilyen, amit ugye felemlítettünk, hogy azért kell mai nap folyamán relatíve sok bort inni, kóstolni, hogy legyen hely majd az új bornak is, tehát hogy fogjon a bor. Zaragózai Szent Vince a 4. század elején halt vértanú halált, aki a keresztény nyüldözés áldozatává vált. Valencia helytartója a diakónust bilincsbe verve válogatott módokon kínozni kezdte őt. Vince szenvedéseit azonban a helytartó igyekezett elnyújtani, majd a holttestet kidobták a szántóföldre, kutyák és madarak martalékául. A legenda szerint ekkor Isten egy nagy fekete madarat küldött, és őrizte a tetemet, ezért zsákba tették, és azt kövekkel súlyosbítva a tengerbe vetették. A tenger hullámai azonban partra mosták a szentet, amit keresztények eltemettek. Csontjait Valenciában őrzik. Napjainkban a hagyománytisztelő boros gazdák Szent Vincét a borkereskedők és a szőlőhegyek védőszentjének, neve napját pedig hagyományos termésjósló ünnepnapnak tartják. Napos idő esetén jó bortermést reméltek őszre. Innen ered a regula is. Ha fénylik Vince, megtelik a pince. Ha csepek, csurog, kevés lesz borod. Az ünnepi szertartás végén a szerelmi pincesoron megszentelték és megáldották az új bort.